Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, Isten tiszteletünket, amelyet egy sorozat részeként tartunk meg, a negyedik Isten tiszteletünkhöz érkeztünk. Ez a Noé szövetsége ma címet viseli, mint mindig az Isten tiszteleteink kezdetén kérjük Isten segítségét, imádkozzunk. Jóságos mennyei atyánk, teremtő Istenünk, Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád, és megköszönjük, hogy mindenben téged ismerhetünk meg az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te szövetséget ajánlasz fel mindannyiunknak, te látod a mi gyengességünket, erőtelenségünket, de látod azt is, hogy fejlődésre vagyunk képesek, és a te veled való kapcsolatnál nagyobb fejlődés lehetősége nincs itt ebben az életben. Segíts, hogy megértsük igédet, hogy táplálkozhassunk abból, és segíts, hogy igaz módon szólítsunk meg téged a hétköznapokban, hogy ne a magunk elgondolása, főképp nem a magunk indulatai és ösztönei szerint éljünk, hanem mindenben azt vizsgáljuk meg, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Most is mutasd meg, hogy a e régi történet, ha bár ezred évekkel ezelőtt zajlott le, ma is a legidőszerűbb történet, hogy Jézusunk nem véletlenül hasonlította az ő eljövetelének napjait a Noé napjaihoz. Segíts megérteni a Noéval való szövetségek lényegét, és hogy mi hogyan követhetünk a mai napokban, hogy Noéhoz hasonló életet élhessünk. Segítsd meg a kifejtést, a megértést egyaránt Jézusunk egyelméből. Amen. Tisztelt egybegyűltek, mint említettem, a Noéval kötött szövetségre kell most rátérnünk, aztán majd a következő alkalommal az Ábrahámmal és utódaival, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségkötésekre, mert ezeknek óriási horderejük van a Biblia egészét tekintve is. Szövetségekről kell, hogy beszéljek, amikor a Noéval kötött szövetségekről szólok, mert az özönvíz előtti szövetséget kötött Isten Noéval, és ennek meghatározott jegyei voltak, de az özönvíz leapadása után, amikor Noé kijön a bárkából, ismét szövetséget kötött Isten vele, és ez a szövetség mind a mai napig nagyon nagy jelentőséggel bír az állatokhoz való viszonyunkra nézve, és az államhatalomhoz való viszonyunkra nézve, tehát erről fogunk az Isten tiszteletünk második részében szólni. Nézzük azonban először a Noéval kötött első szövetséget. Noé ugye a Biblia szerint az özönvíz utáni tizedik nemzedéknek a szülötte volt. Fölmenői között olyat találunk, olyanokat találunk, mint a híres énok, aki a hetedik nemzedékben nem látott halált Isten magához emelte, felvitte őt. Csak egy ilyen szereplője van még a Bibliának, Illés prófét, aki jóval később tüzes szekérel ragadtatott el Istenhez a mennybe. Ezért is jelenhetett meg Illés Mózessel az egyik már feltámasztott emberrel, mint a a soha halált nem látott a képviselője, és a feltámadottak egyik képviselője Jézus mellett a megdicsőlés hegyén, amelyet az evangéliumokban olvashatunk. Tehát a Bibliának minden része összeér, és minden tanítása összhangot képez. Énoknak a leszármazottai között volt aztán Matuzsálem, ugye a nyolcadik nemzedékben, és azután lámek a 9. nemzedékben, ez nem az a lámek, aki egy korábban borzalmas bűnöket követett el, hanem Noénak az édesapjáról van szó. Nem véletlenül adták az egyre súlyosbodó világhelyzetben a Noé nevet, ami vigasztalást jelent, tehát úgy gondolták a szülők, hogy ebben a gyermekben vigasztalást fognak találni, és Noé rászolgálta nevére, mert valóban az emberiség történelmének egyik kiemelkedő, hatalmas személyisége aki olyasmit fogadott el Istentől, amit azelőtt soha nem látott a világ. Tudnék az, hogy majd megnyílnak az ég csatornái, megerednek a mélység forrásai is, egy soha nem látott özönvíz fogja elborítani a Földet. Ezt már csak azért is nem tapasztalták, mert eső addig nem volt, míg noé élt pára harmatozta be a földet, olvassuk az özönvíz előtti viszonyokról, egész más volt a világunk és a földünk az özönvíz előtt és az özönvíz után. A Bibliának szokása két részre osztani az emberiség történelmét, az özönvíz előtti világra, amelyet ősvilágnak nevez, például a Jobb könyve így mondja, hogy az ősvilág ösvényeit követede, aztán az özönvíz utáni világra, amelyet mind a mai napig élünk, amelyet azért is választ el az özönvíz, mert Isten az özönvíz után megígérte, hogy több ilyen áradás nem jön az egész világra, nem fogja elpusztítani özönvíz újra a Földet, hanem Isten megóvja a Földet, és viszont azt látjuk majd a mai Isten tiszteletünk végén, hogyha özönvíz nem jön is, de az emberiség sajnos az özönvíz után sem tanult az addigi élet törvényszerűségeiből, és ha özönvíz nem is, de tűz özön fogja a földünk végét vetni, ahogy jelenések könyve 16. és más egyéb profétai könyvek vonatkozó fejezeteiben olvashatjuk. Noé tehát egy olyan világban nőtt fel, amely Istentől már messze eltávolodott. Tíz nemzedék ideje alatt, ugye ennyi van a teremtéstől, Ádámtól, Noéig, ez egész pontosan 1656 év. Hát ez egy óriási nagy világidő, de abból a szempontból sajnos egységes, hogy itt a lejtőn lefelé nem volt megállás. 17 évszázad alatt az emberiség oda jutott, hogy Tulajdonképpen az életet is kipusztította volna a Földön, hogyha Isten nem lépett volna közbe özönvíz által, és nem indított volna el egy új emberiséget Noéból és családjából, három gyermekéből és feleségekből. Tehát összesen nyolc ember maradt meg. Az akkor már óriási duzzadt civilizációból. A Biblia szerint, ha tíz nemzedéket összeszámoljuk, és minden nemzedékben egy azért egy olyan 15-20, legkevesebb 15-20 emberrel számolunk, akkor a permutációs számítás szerint is több száz millió ember ért már a Földön, közelebb talán az egy milliárdhoz, mint az 500 millióhoz, tehát Noé egy hatalmas, kiterjedt civilizációnak a gyermeke volt, amely azonban az élet habzsolásában, kapzsiságban, mohóságban, teljesen lesüllyedt emberiség volt, ezért is hasonlította Jézus a végidő emberiségéhez, Egyetlen egy bibliai szót érdemes megjegyeznünk Mózes első könyve hatodik fejezetéből, és ez az egyetlen egy szó, hogy betelt a föld erőszakoskodással, a hatodik fejezet tizenegyedik versében olvashatjuk ezt. Erőszak és erőszakoskodás. Később majd Habakuk könyve második fejezetének lesz ez a különleges kifejezés, hogy az egész emberi történelemre ez a jellemző, hogy aki erősebb bármilyen tekintetben, észben, értelemben, ügyességben vagy hatalomban, az föltétlenül maga ará akarja gyűrni a gyengébet, és az egész földi történelem az erőszaktétel, az erőszakoskodás történelme, és ott Habakú könyve második fejezete kifejt, hogy még milyen más jellegzetességek jönnek ebből, összesen öt jajmondást olvasunk mindenkitől kérek, kérem azt, hogy olvass el, most nem térhetek ki, nagyon szertágazna a, a, prédikáció, hogyha kitérnék minden egyes jelenségre, de Habakú könyve 5. fejezete elmondja, hogy az emberi történet miért ilyen, amilyen. Mózes első könyve 6. fejezete azonban azt is közli, hogy különösen minek a következtében jutott ide az emberi történelem. Minek volt köszönhető, hogy Noé idejében már kezelhetetlen állapotok köszöntettek be a földre. Szóval a hatodik fejezetet nagyon odafigyelve kell elolvasni. Van itt a Károlyi Fordításban is, későbbi fordításainkban is néhány elég súlyos hiba, mert például, amikor elmondja azt itt a Szentírás, hogy mi volt a legközvetlenebb oka a föld eltorzulásának, akkor arra tesz utalást, hogy azok a, az emberek, akik így mond, hogy az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, hát mi ez, hogy Istennek fiai, meg az emberek lányai, ugye a Biblián kívüli másodlagos irodalomban, ugye, ahogy szoktuk mondani, a Héber mítoszokban lábra kapott egy olyan kijelentés, vagy történet sorozat, hogy mennyei lények jöttek, és hát az Isten fiain ezt kell érteni, és az emberek leányaitól nemzettek, és hát ez vezetett oda, hogy, hogy összekeveredett valami más Más civilizáció a mi földi civilizációnkkal, és ezt ez aztán szabadjára engedte a fantáziát később, az UFO irodalom, meg a szifi irodalom mind a mai napig ebből merít, és nagyon tetszetős mesékkel látják el az embereket, holott ennek semmi bibliai alapja nincs, hiszen Istennek fiai, meg emberek leányai kifejezés már a 4. fejezet 26. versétől ismert, tehát aki eljutott ide a 6. fejezetig, ezen már át kellett, hogy menjen, ezt már tudomásul kellett, hogy vegye, hogy az öz, a, a, a kaintól és ábeltől elszármazott emberiség, a kain utódai nevezték magukat az emberek fiainak, és az Ábel utódai, illetve hát a Sét utódai nevezték magukat az Isten fiainak. Tehát az emberiség két részre oszlott, az egyik része az emberiségnek ragaszkodott Istenhez és Isten törvényeihez, ezért követi végig a sét nyomvonalán az emberiségnek az özönvíz előtti történelmét részletesebben a Biblia. A másik csoport, a, a kain leszármazottak pedig úgy gondolták, hogy lehet, hogy van Isten, sőt, megengedjük, hogy van Isten, de hagyjon bennünket békén, mi a magunk törvényei szerint szeretnénk járni, és a magunk felfogása szerint, szerint szeretnénk élni. A probléma ott következedve, amikor később, tehát ez már Noé idejére a csúcspontjára jutott, az, embe, az Istennek fia és az emberek fiai, tehát a sét utódai és a kain utódai, akik lelkileg ilyen és ilyen leszármaztatást vallottak, ezek összeházasodtak. És az összeházasodás során, amikor két ellentétes gondolkodású ember házasodik össze, ennél rosszabb nincsen. Tehát amikor nem ugyanaz a gondolkodás, a felfogás, nem ugyanaz a meggyőződés és a hit, akkor azokban a házasságokban kezelhetetlen problémák állanak elő a férj és a feleség, aztán a gyermeknevelés tekintetében, már a további nemzedékekben is. Tehát ez vezetett az emberiség gyors lecsúszásához, hogy. hogy Felemás igát képeztek, most Pálapostól későbbi kifejezését használom és uh, amitől óv uh, Pálapostól és hát általak az egész kereszténység, hogy ne legyetek hitetlenekkel együtt felemás más igában. Tehát amikor egy hívő és egy hitetlen ember összeházasodik, és uh, í így él családi életet, hát ez lesz az élesztője a környezet, a nemzet és az emberiség eltorzulásának. Hát itt még egy egységes emberiségről van szó. Tehát uh, Isten látta, hogy hogy, hogy az élet, hogy az emberek gondolkodása, erkölcsisége mennyire elvetemedett lesz, ezért felszólítja Noét, hogy hirdesse a megmentő üzenetet, keresse meg az embereket Isten üzeneteivel, és erre, megint csak egy másik fordítási hiba itt a hatodik fejezetben, erre az Isten a 120 évet. Tehát itt nem úgy szól pontosan a fordítása, hogy ahogy a Mikárói Bibliánk 6. fejezet 3. verse mondja, hogy legyen életének ideje 120 esztendő, ezt ugye az eredeti Vizsói Biblia nem is így adja vissza ezt a szöveget, hogy adok nekik zárójel megtérésre, zárójel bezárva 120 évet. Tehát Isten 120 évet adott ennek a teljesen az eltorzulás lejtőjére lépett emberiségnek, hogy megváltozzék, hogy megtérjen. És talán amikor először hirdette Noé ezt az üzenetet, sokan észbe kaptak, vagy látták ennek az igazságát de aztán később, ahogy látták, hogy Noé még arra is parancsot kapott, hogy egy óriási bárkát építsen, és fiaival együtt talán még mások is segítettek a bárka építésének a kezdetén, de amikor látták, hogy száraz földön épít egy bárkát, és ne felejtsük, ekkor a föld még zöld bolygó volt a nagy része a földnek, ami globuszunknak, tehát ami nagybetűvel írt földünknek azért még zöld felület volt, később az özönvíz után leszünk kék bolygók, amikor hát azóta már kétharmad része víz a a mi földünknek. Tehát amikor látták, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez, a, Noé, aki már hát egyre idősödő ember, ugye 600 évet elért ember volt, amikor jött az özönvíz, Látták, hogy építi a bárkát, hát akkor bizony elmondták mindenféle embernek, fanatikusnak, vagy, vagy nem is én tudom minek, megint csak mindenkinek fantáziára bízom, hogy amikor valaki lát valamit, és abban kitart, és Isten üzeneteként hirdeti és értelmezi és a cselekvésre való felhívást is, és építi a márkát, és semmi nem jön. Tehát nem jön özönvíz, mert eltelt már száz év, száz tíz év, már 119 is eltelt, de ugyanúgy vagyunk, mint a Biblia másik nagy idői proféciájánál, amikor Jónás megjelenik Ninivében, és azt mondja, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, és érdekes, hogy ott a Niniveek, bár sokkal kisebb határidőt kaptak, hát összehasonlíthatatlanul rövidebb szakaszt kaptak a 40 napra, mint Noé nemzedék a 120 évre, de a királytól kezdve a főembereken, közembereken át, a legalsóbb néprétegekig, azért megváltoztatták a gondolkodás, mondjuk a szembe önmagukkal, még az állataikat is zsákba öltöztették, hogy könyörögjenek Istenhez, hogy, hogy az Isten adjon még időt a városuknak, és néve megkapta az időt az igaz megtérésére. Az özönvíz előtti emberiség azonban nem tért meg. Sőt, egyre kevesebben voltak ott Noé körül, és Noénak be kellett vonulni a bárkába, már azután, hogy Isten különleges Módon, és erre senki nem talált választ, hogy hogyan is lehet ez, hogy erdőkből, hegyekből elindultak állatok párosával, és bementek a bárkába, és elérkezett Noé és családja megpróbáltatásának utolsó ideje. Ez a hétnapi idő, amikor még nem esett víz, de aztán a bárka ajtaja bezáródott, és hét napig még ott kellett átélni az utolsó hitpróbát, hogy vajon jön eső, amit soha senki ember nem látott, hát soha Noé sem látta, de Noé hitt az Isten szavának, hogy amit az Isten egyszer mond, azt véghez is viszi, és Isten ad kegyelmi időt, ad méltányos időt a megtérésed, hogyha az emberek nem változnak meg, hát akkor mit tegyen az Isten? Nos, hát nem tudok elmerülni a vízözön el meg a vízözönnel kapcsolatos természeti jelenségek magyarázatában, nem erről szól a mi mostani Istentiszteletünk, hanem arról, hogy mi volt az az első szövetség, honnan tudjuk, hogy Noé már ekkor szövetségben élt Istennel, mert a Biblia magyarázók többsége csak az özönvíz utáni szövetséget emeli ki Noé életéből. Pontosan tudjuk Mózes első könyve, 6. fejezet 9. verséből. A 6. fejezet 9. versének vége ezt az egyszerű kijelentést teszi, és Istennel járt Noé. Elmond itt Noéról még azért egy-két dolgot, hogy, Isten, hogy Noé kegyelmet talált az úr előtt, hogy Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfi volt a vele egykorúak között, de a legtöbb, amit elmond Noéról a szentírás, Istennel járt Noé. Itt szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy járni valakivel, ez a Bibliában szakkifejezés csak nem jelkép vagy jelképes értelmű kijelentés, mert ahogy a járás a hétköznapi életben a legtermészetesebb foglalatosságunk, hát azt szoktuk mondani, hogy ha mozogni tudunk, akkor emberek vagyunk, ugye a régi, háromsoros. Erdélyi kis mondók, amit Koszlány Dezső a legnagyobb magyar versek egyikének nevezett: hogy csontkürtel kürtölnek, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Kosztolányi fölteszi a kérdést, hogy mi a nagyszerű ebben a versben. Hát, hogy csontkürtel kürtölnek ez költői megjelentése. Sokaktól kérdezem, hogy ez mit jelent. Nem, nagyon kevés ember tudja, mondhatnám szinte senki. csontkürtel kürtölnek, hát, hogy a kakasok reggel megszólannak, jelzik az embereknek, hogy ébresztő. csontkürtel kürtölnek. Aranydeszkák hasadnak, hogy munkához látnak az emberek, és feljött a nap, és hát egy napot úgy kell igazán eltölteni, hogy valami munkához tehát is végzünk, fenntartjuk magunkat és családunkat, és jön a harmadik kijelentés, hogy földi férgek mozognak. Igen, Pálapostól is ezt mondta az atténieknek, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. A mozgás, és ez a mi esetünkben, ugye a járás, keléssel kapcsolatos, ez szinte az életnek a szinonimája és az, hogy valaki fölkel és jár és neki fog a dolgainak, tehát a járás, ez a Bibliában hát egy ilyen metonimikus vagy jelképes kifejezés is alakult, és az, hogy Istennel járt Noé, na hát most van a pillanat annak, hogy jegyezzük meg, hogy a szövetségnek az egyik ilyen metonimikus vagy félig jelképes kifejezése a Bibliában, Hogyha valakiről azt mondja a Biblia, hogy ő vele járt, vagy az Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy én a, minden, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem és légy tökéletes, vagy hogyha emberekről azt mondja a proféta vagy az apostol, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, hogy ő járt, így olvassuk János első levele második fejezetében. De Pálapostól végestelen végig a római levélben, a galata levélben, a Kolossi levélben, a két korintusi levélben, tehát a le le legnagyobb leveleiben állandóan használja ezt a kifejezést, hogy mit jelent Istennel járni, Istenben maradni tulajdonképpen a szövetségnek, két legelterjedtebb kifejezés formája, ha nem azt mondja a Biblia, hogy szövetségben járt az Isten, akkor azt mondja, Istennel járt az az ember, vagy Istenben maradt az az ember. Ezt jól jegyezzük meg, mert a Biblia olvasásunk során sokat fog segíteni. A Biblia hallatlanul tömör, rövid, a Biblia egy ember életét is ebben a két mondatban maradéktalanul össze tudja foglalni, mint hát mi is sokszor össze tudjuk foglalni, gondoljunk az epigrammákra és a vésetekre, az epitáfiumokra, hogy sokszor egy sírfelirat, vagy egy emberről egy két, három, négy soros megemlékezés magába sűríti, ha járunk a házsongárdi temetőben, ott van Jida Jenőnek a négy sorosa, amit önmaga életét próbált a négy sorba magába sűríteni, Olvassuk -e ezeket el a világszem című gyűjteményben. Külön fejezetet nyitottam az epitáfiumoknak. Nos, hát a Biblia is nagyon röviden, tömören így foglalja össze Noé életét: hogy Istennel járt Noé. Ez annyit jelent, hogy Istennel szövetségben járt. Mi mutatja azt, hogy Istennel szövetségben járt? először is, hogy hallgatott az Isten szavára. És Isten szava neki drágább volt, mint a saját tapasztalatai, a saját gondolatai, az emberek véleménye. Ha Isten nekem azt mondta, hogy 120 évig prédikáljam az evangéliumot, akkor én hiszek ebben, és akkor is prédikálta a Noé az evangéliumot, hogyha, lassanként már úgy elfogyatkoztak az emberek, hogy már a saját családjáért is rettegnie kellett, hogy ők vajon megmaradnak. Nagy kegyelem volt az Isten részéről, hogy, hogy megmarasztotta a családját, tehát a családja látta Noénak a magatartását, a viselkedését, a családja tapasztalta azt, hogy, hogy Noé Istennel jár, és ők elkötelezték magukat, szintén az Isten melletti élete. Istennel járt Noé, aztán még mit tett, hogy megvalósította azt, amit Isten kért tőle. Azért egy bárka építés, amit a 19.-20. század fordulóján jutott el oda az emberiség, hogy ekkora hajótesteket tudott építeni, azt egymagában családtagjaival, mondom az elején talán még több ember közleműködésével, de egyre inkább eloldaloktak az emberek, Hát Istennel járt Noé, mert, mert Hitt az Isten szavának, megcselekedte az Isten szavát, és Istennel állandó szövetségben, állandó kapcsolatban állt, vagyis igazi, mély ima élete volt Noénak, és ez őrizte meg attól, hogy bármikor is meginogjon. Tehát tessenek elképzelni, hogy az egész világ mást mondott. Nem túlzok, nyolc emberen kívül az egész világ mást mondott. Hogyan vennénk mi azt, ha nyolcan, vagy hát most, ha részarányosan akarnánk mondani a mai emberiség, ha közelít már a nyolc milliárdhoz, akkor és akkor talán egy milliárd ember élhetett, akkor 88, Gondolj el, 64 ember mond valamit, de a többi 8 milliárd ember mást mond. Ki, ki tartana ki a 64 közül abban gondolkodásban, de cselekedetben is, hogy én továbbra is az Isten útján akarok járni? Gondoljuk ezt végig. Micsoda hatalmas Szövetségesi társá erősítette Isten ezt a Noét. Mert Isten gyönyörködött ennek az embernek az életében, és ha kevés ember van is, aki Istenhez ragaszkodik, Jézus mondott ilyesmit a tanítványainak, hogy ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az Atyának, hogy néktek adja az országot. Ne félj, te kicsi nyáj, ha nyolc ember, ha négy ember, Szerencsére bennünket a Biblia biztosít, hogy a tengerkincsözöne és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Nagyon sok ember, de talán ez a nagyon sok ember is számarányosan, viszonyításképpen kevés ehhez a 8 milliárdhoz, de akkor is tartsunk ki Isten szava mellett. Mert Isten szava akkor is igaz, ha minden ember mást mond. Istenhez, Jézus Krisztushoz akkor is ragaszkodhatunk, ha úgy érezzük, mint prófét, hogy egyedül maradtunk. De illésnek is megmondta az Isten, hogy van még itt 7000 ember, aki nem hajtott térdet a bálnak. Tehát vannak emberek, csak mi nem látjuk, hogy mi van az emberek szívében. Egy szó, mint száz. Noé az özönvíz előtti szövetségben élt az Istennel, és szövetségesi erőforrás nélkül nem is tudta volna végrehajtani sem a bárkaépítést, sem az evangelizációját, sem azt, hogy engedelmes legyen és bevigye az állatokat a bárkába, és ott örködjék fölöttük, és átélje ezt a több mint egy évet, hát gondoljuk meg, hogy bezárva, mi most azt mondjuk, hogy bár bezárva vagyunk több mint egy éve, hát persze, de kimentünk az utcára, maszkban, de azért bemeltünk a boltokba, maszkban, de azért közlekedhetünk az utcákon, a játszótereken, a, bemehetünk már bizonyos helyekre, vendéglőkbe, vagy más helyekre, de mi mennyit panaszkodunk, hogy mi most bezár, lett a világban, nem bírjuk már tüntetünk Olaszországtól Németországig és Amerikáig, hogy miféle bezártság, és német turisták elmennek régi kedvelt, szórakozó helyükre, nem tudom én, Spanyolországba, Portugáliába, ki tudja hova. Nem azért, hogy megfürödhessenek a tengerben, mert abban nem lehet megfürödni, hanem kiállhassanak az erkéjükre, a szállodába, és nézhessék a tengert, mert nem bírják a bezártságot. Hát noé, egy év és és néhány napig, egész pontosan tudjuk, egy év és tizenhét napig ott volt a bárkában, és ahogy volt egy hétnapos megpróbáltatása, hogy csak hét nap után eredtek el az égcsatorna is, szöktek föl a mélység forrásai, és egy soha nem látott özönvíz megtisztította ezt a földet, megtisztította az emberiséget. Igen, ez isteni ítélet volt. És mint ilyenről most sem tudok beszélni a körülményekről, mert most nekem az egyedüli tárgyam a Noéval kötött szövetség, és az özönvíz után került sor a második szövetségkötésre. És ez az, ami bennünket most már nem csak egyénileg, mert az első szövetségkötés egyénileg érint, de a második szövetségkötés társadalmilag is érint bennünket. Méghozzá hogyan? Vegyük sorra ennek a második szövetségkötésnek az összetevőit. Először is arra hívom fel a figyelmet, hogy ahogy Noé nagyon óvatosan tájékozódik, hogy ki lehet-e lépni már a Földre, leapadtak-e addig a. Vizek, hogy már élet zsendül a Földön, ezért bocsát ki egy galambot, visszajön a galamb, nem talál még semmit, másodszor is, harmadszor is, és amikor visszajön már, ugye olajággal a csőrében szokták ábrázolni azt a galambot, amely már jelzi, hogy zsendül az élet, már a növényvilág újra kezdi a működését. Ugye itt egy évig minden leállt, nem így állt le, mint most nálunk a koronavírus idején, teljesen leállt az élet. Gondoljuk meg, hogy Isten ekkor fogja majd adni azt az ígéretet a második szövetség kötésre, hogy újabb özönvizet nem bocsát a földre, és nem lesz egy ilyen, hogy vetés és aratás majd leáll, hogy, a, hogy az évszakok nyár és tél megszűnik. Hát Noinak át kellett élni egy olyan időszakot, amit csak a Tulajdonképpen a csapás idején se él át az emberiségben, az rendkívül rövid lesz, hát az napok kérdése lesz az utolsó hétcsapás, amit Noé átélt, hogy vetés és aratás megszűnt, hogy tél és nyár megszűnt és neki bezártan, persze nyilván lehetett szellőztetni, fölülről lehetett, ugye Isten úgy képezte ki a bárkát, pontos leírás szerint kellett megépíteni Noénak, nem a saját kútféből, a szövetségtársa kútféből merít. Tehát Isten elmondta, hogy a bárka legfelülső részére kell, mint egy beereszteni a, a fényt, a világosságot, így lehetett egy évet, egy ilyen bezárt körülmények között, és hát állatok fölhalmozott élelmiszerek közegében átélni. Mi volt, amikor Noé olyan gondosan, óvatosan, figyelve és amikor aztán látta, hogy igen, megvan, és hogy Isten angyala bezárta a bárkát, és kinyitotta a bárkát, és Noé kiléphetett a bárkából, még nem a szövetség kötéshez tartozik, mindjárt rátérek erre, de azért hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy Noé, amikor kilépett a bárkából, először mit épített? Magának épített házat, hogy legyen annak a nyolc embernek valami tető a feje fölött? Nem. Istennek épített oltárt, Noé, Istennek épített oltárt, hogy kifejezze háláját, kifejezze köszönetét, hogy az Isten hajlékot rendelt számára. És már talán feltüdedezik ez a nagy kifejezés, amikor Mózes azt mondja a 90. Zsoltárban, hogy Uram, Te voltál nékünk hajlékunk. Mert a Biblia szerint az igazi hajlék nem egy épület, hanem az Isten jelenléte, az Isten szövetségesi hűsége, az Isten oltalmazó karja. És erről beszél a 90. Zsoltár, a 91. Zsoltár. Bár csak mi is az Isten hajlékában laknánk, Nekünk az Isten nem csak élelmet és ruházatot adott meg, azért a legtöbb ember itt Magyarországon vagy a Kárpát-medencében, hát elenyésző kisebbség kivételével, akiket érdemes lenne észrevenni és hajlékos segíteni, de Isten nekik is hajlékuk. Mert az Isten Jelenléte teszi a földi létezést hajlékká, hogy nekünk van otthonunk. Egy valakinek nem volt otthon, aki elmondhatta, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania. A legegyszerűbb ruházatban járt, a legegyszerűbb ételekkel elégedett meg, és hogyha befogadták valahova, akkor ott hált, ha nem, mint Jeruzsálemben, akkor az olajfák kert, Hált mert tavasztól őszig ott is meg lehetett húzódni, de Jézusnak az Isten volt a hajléka. A mennyei atya volt a hajléka. Az ő közelségében, biztonságban érezte magát. Hogyha, ha tudta azt, hogy, hogy ő azt cselekszi, amit látott és hallott az atyától, akkor neki itt a földön is van egy, hogy úgy mondjam, mozgó hajléka. Na, hát erre is figyeljünk, hogy Noé nem épületet épített, nem hajrékot, hanem oltárt, és a második dolog, amire figyeljünk, hogy az oltára rátett egy tiszta állatot, egy bárányt, aki Jézust jelképezte, nem sajnálta az állatok közül. Persze Isten azért mondta, hogy a tiszta állatokból, barmokból hete, hét, hét párt, tehát nem mint a tisztátalunkból, csak, csak kettőt, kettőt, és Noé Adott az Istennek, abból a rettentő sok dologból, amit ő kapott az életében, visszaadott, bemutatta azt az áldozatot, amely Ádám és Ábel óta minden igaz ember áldozata. Hogy Krisztusra nézve cselekedjünk, mert Isten nem égő és véres áldozatokat kér, hanem a szívnek tisztaságával igaz cselekedetet kér, és az igaz cselekedetekben irgalmasságot kér. Ez az, amiről beszélt Hósás próféta, ez az, amiről beszélt Jézus Krisztus a földi szolgálata során. De elnézést, most erre se tudok kiterjeszkedni. Sok-sok előadás őrzi ezeknek a nyomát és a történetét és a kifejtését. Most nekem rá kell térni a második szövetség összetevőire. Először is a második szövetség során Isten ígéreteket tett, és ezt már a kilencedik fejezetben olvashatjuk. Azután megáldotta Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nékik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata, az égnek minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hal hala kezetekbe adatott. Minden mozgó állat, amely él, legyen néktek eledelül, és amint a zöld hüvet négtem, adtam mindazokat, csak a húst az őt elevenítő vérrel, meg ne egyétek. Isten megújítja egyrészt ebben a második Noéval kötött szövetségben a szövetséget, hiszen Ádámnak és Évának is ezt mondta Isten, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, de itt a Noéval kötött második szövetségben vannak érdekes pótlások is az Ádámhoz kötött szövetséghez képest. Kettőre hat hívjam fel a figyelmet. Féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja. miért mondja az Isten? Mert ilyet Ádámnak és Évának nem mondott a paradisomban, hogy a földnek minden állata rettegjen tőletek. Hát nem is kellett mondania, mert Istennél vadállatok nem voltak a teremtés kezdetén. A bűn hatott el odáig, hogy nem csak az emberben, aki befogadta a bűnt, jelent meg a bűn, hanem az emberre rábízott állat és növényvilágban is szétterjedt a bűn. A Biblia nagyon egyszerűen jelzi, hát mióta lettek vadállatok? Isten nem teremtett olyan állatokat, hogy fölfajja a, nem tudja, az oroszlán a, a gazellát, vagy az, az antilopot, vagy a zebrát, hát ilyen nem volt Isten eredeti teremtő tervében, de a bűn, ahogy elhagyot, elhatott a bűneset után, kialakultak hát a, a vadállatok, a vérengző állatok, a pusztító állatok, és ezektől, hogy megóvja Isten az embert, ezért mondja, hogy majd ad eszközöket, és ad erőt, hogy ezek az állatok is rettegjék, még az oroszlán, meg a tigris, meg a többi is rettegje az ember jelenlétét, mert, mert az Isten hozzásegíti, tehát nem engedi kiszolgáltat, úgy gondoljuk meg, hogy Noé kijön a bárkából, meg hát egyáltalán a bárkában is hogy tudtak elférni, vegyest egymás mellett ugye a szelid és a, a vadállatok, Isten különös kegyelme folytán, és azután is mind a mai napig Isten föntartja ezt a szövetségesi hűségét, hogyha vigyázunk, hogyha az állatokat is megfelelőképpen kezeljük, akkor megvéd bennünket még a pitbulloktól is, meg megvéd bennünket az oroszlánoktól, meg a medvéktől is. Hát itt a, a környezetünkben nem éppen veszélytelen, főleg, ha kisbocsaival együtt jár, vagy főleg akkor, hogyha a területére merészke, és főleg akkor, hogyha az ember úgy viselkedik, ahogy. Tehát Istennek ez az ígérete mind a mai napig kihat, tulajdonképpen e, e, háborúk, járványok idején történt meg a sokszor az emberiség történelmében, hogy a vadállatok bementek a falvakba, és neki támadtak embereknek, vagy éppen már az elhullott embereket e, és tetemeiket fölfalták. A másik ígéret, hogy miért mondja Isten, hogy, hogy legyen néktek eledelül, újra elhangzik ez a legyen néktek eledelül, de hát ez a Mózes első könyve 29. fejezetében lapozzunk vissza, hogy csak a, növ, a gabonafélékre és a gyümölcsökre, tehát Isten növény evésre teremtett bennünket most engedi meg a második szövetség keretében, a Noéval kötött második szövetség keretében Isten az állathúsoknak a fogyasztását. Természetesen úgy, mert jelzést ad, hogy csak a tiszta állatok húsának a fogyasztását. Miért? Azért, mert a föld növénytakarója most elveszett, nem is lett volna miből étkezni, és ma is vannak a földnek olyan részei, nem tudom én, Alaszkától, Grönlandon át a Szaharáig, ahol nincs megfelelő növénytakaró, illetve nem hozza a föld megfelelő termést, tehát valamivel pótolni kell, hát hogyha a fókával, akkor a fókával, hogyha az állathússal, akkor az állathússal nem tartozott Isten eredeti terve közé. A bűneset során Istennek különböző engedményeket kellett adni, de egyrészt nagyon lassan tette Isten ezeket az engedményeket. Vissza lehet térni természetesen az eredeti étrendhez, ma is mindenkinek azt tudjuk tanácsolni, még a Noéval kötött második szövetség emez első pontja ismeretében is, hogy térjünk vissza ahhoz, hogy adok nektek makozó gyümölcsöket, adok nektek makozó füveket, vagyis gabonaféléket, vagyis a körülbelül 30-40 gyümölcs, amihez mi hozzáférhetünk a kölestől a hajdinán, a rozson, az árpán, a búzán át, mindaz, amiből mi kenyeret süthetünk, tehát mindezek elegendők ahhoz, hogy az emberiség többségének az éjségét csillapítsák, és igaz táplálékot ezek tudnak ma is adni, főleg azért, mert az állathúsok egyre inkább fertőzöttek lesznek. A, a járványok is ne felejtkezzünk el a pestis, sertéspestisről, ne felejtkezzünk el a madárinfluenzáról, ne felejtkezzünk arról, hogy a járványok Kínából, Indiából, Egyiptomból nagy folyami kultúrákból elindulva azért ugye bolhák terjesztik ö, ö, patkányokon, állatokon denevéreken keresztül az emberiség messze menően áthágta ezt a törvényt, mert már a tisztátalan állatokat is én is ezért kezdtem sorozatomat a koronavírus gondolkozzunk együtt sorozatot, rögtön ezekkel a kérdésekkel kezdtem mindjárt az első előadások során, hogy hogy Isten ugyan megengedte az állathúsok fogyasztását, persze megszorítással, hogy csak a tiszta állatok fogyasztását. Olvassuk el Mózes harmadik könyve 11. fejezet, és ott van a listája a tisztátalan állatoknak. Tehát Isten első szövetsége az állatokkal való kapcsolatra vonatkozott. Hogy az állatokhoz hogyan viszonyuljunk, hogyan tartsuk ezeket, 2020 őszén még a második lezárás előtt tudtam előadást tartani Kecskeméten a Biblia az állatokról címmel, mindenkit szeretnék kérni, hogyha szeretné megismerni Istennek az állatokról szóló tanítását, akikkel hát együtt élünk most a világon, akik megsegítenek bennünket, akik sok mindenben még játszó társaink is, az egyedüllétben, a magányban, a föloldó társaink is, tehát azért jó megismerni a Bibliának az állatokról szóló tanítását. Nyilván rólunk emberekről szól elsősorban a Biblia, hiszen a mi, mi engedtük be a bűnt, a mi szívünkben fészkel ott a bűn. Itt hangzik el a kijelentés, hogy az ember gondolata gonosz az ifjúságától fog a Milyen rövid, de milyen lesújtó kijelentés ez, hogy gonoszok vagyunk. Gyermekkorunktól fogva ott fészkel az önzés bennünk. Persze fölment bennünket az, hogy a gyerek ártatlan de nem romlatlan, tudatlan még, sokszor később is tudatlanságból csinálunk sok Elmondja az apostolok cselekedetei 17. fejezete, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi, Isten nagyon kegyelmes, Isten nagyon ragaszkodik hozzánk, Isten nagyon meg akar menteni bennünket, de most jön a második szövetség. Vigyázzunk az állatokra, vigyázzunk az állatokkal való kapcsolatunkra, vigyázzunk arra, hogy csak tiszta állatok húsát fogyasszuk, ha egyáltalán fogyasztanánk ezeket, de jobb visszatérni azért az eredeti rendelkezéshez. Hát nagy tömegekben nem lehet megtiltani, ahogy az állathús nem a szeszfogyasztás sem. Isten egyiket se tiltotta meg, de mindegyikre azt mondta, hogy borzalmas pusztítja az életet a tisztátalan állatok húsának fogyasztása, a disznó, a nyúl, a ló és a többi húsának a fogyasztása, a zsírfogyasztása, fogyasztása, kategórikus tiltás van a Bibliában, Mózes harmadik könyve, harmadik fejezet, 17. versében. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatot, tiszta állatot is csak különleges alkalmakkor, amikor előírás, törvény volt, mint a páska ünnep, ugye a húsvéti bárány, elfogyasztása, vagy amikor lépes méz mellé sült halat adtak neki a feltámadása után, vagy a galiviai tengernél a tanítványokkal való bensőséges találkozásakor ugye az húsok közül a legegészségesebb fogyasztása, tehát ez, ez ugye a halak csoportja, de nagyon szalad az időm, át kell térnem a második szövetség második pontjára. Mert ezt a következőképpen olvashatjuk a 9. előbb idézett fejezet ötödik versétől, de a ti véreteket, amelyben van a ti életetek számon kérem. Számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek kinek atja fiától számon kérem az ember életét, aki ember vértont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön, és sokasodjatok azon. Tehát a második szövetség az Ádámmal kötött leges-legelső szövetség keretébe illeszti, itt a második pont lezárása két is ugyanazt ismétli el, amivel az első pontot kezdte. Mi ez a második pont a szövetségben? A Noéval kötött második szövetség második pontja arról szól, hogyha állat támadna emberre, persze így tudjuk, hogy már az ember is felelős ezért, hát miért nem kötötted meg a pitbullodat, és miért rohant neki a második emberek, és miért sebezte halára. Számon kérem attól az állattól, de számon kérem az embertől is. És számon kérem az embertől azt, amit eddig nem kértem számon, mert Kain megölte Ábelt, és olvashatunk arról, hogy bárki is számon kérte volna Isten vagy emberi bíróság? Vagy lámek, aki az első lámek, aki a több nejűségbe tévedt, és aki, a, aki, ha valaki őt megütötte, megölte, olvasunk arról, hogy számon kérte Isten és valamely földi hatalom? Isten most vezeti be, a büntető igazságszolgáltatást, a jogszolgáltatást egyáltalán. Istentől ered az államnak a létemet. Az államoknak a legfőbb feladata, hogy fékezzék a bűnözést, hogy ne engedjék meg a gyilkosságot, ne engedjék meg a lopást, ami hát egy kisebb gyilkossággal egyenlő, és a lopásnak ezerféle formáját, a rablástól, a garázdaságon át a, a hogy mondjam, nagyon szépen kiöltözött nyakkendős, hát banki tolvajokon át, nem akarom most végig sorolni. Isten alakította az első államot, nem Hamurabi, nem Lükurgosz, nem Szolón. Ezek csak kifejtették a törvényeket, Egyébként a Noénak és Ábrahámnak, aztán főleg meg a Mózesnek adott kijelentések nyomán. Tehát egy hallatlan, fontos dologról szól a Noéval kötött második szövetség második pontja. Isten a jogszolgáltatást teszi az állam alapjává, bevezeti az államot, hogy legyen a bűnnek fékezése. Mert miért jutott az emberiség 17 évszázad alatt az özönvízig, mert nem volt fékező erő? Isten hagyta a dolgokat úgy, ahogy mennek. Lássa az ember, hogy hogy az a kis kovász, amit Ádám és Éva az Istentől való elfordulásával az embervilágba beengedett, ez a kis hogyan járját, hogyan poshasztotta meg az egész tészát, hogy az egykorintus 5-ben olvassuk. Isten tehát az özönvíz utáni világ számára működésbe hozza a jogszolgáltatást, megalapítja az államot, és nem sokkal ezután, persze erre még egy-két évszázadig várni kell, de az Ábrahámmal való szövetségkötést majd meg fogjuk látni a következő Isten hogy mi, mi volt az Ábrahámmal való szövetségkötésnek is több rétege, több, több kijelentés fűződik ahhoz is, de annak az egyik leglényegesebb pontja az volt, hogy ahogy Isten az államot bevezeti, hogy fékezze a rosszat, Ábrám idejében bevezeti az egyházat, hogy terjessze a jót. Hát ez két különböző dolog: fékezni a rosszat, ez az állam. És terjeszteni a jót ez az egyház. Ha röviden akarom összefoglalni az özönvíz utáni világunkat, az özönvíz utáni világunk két legmeghatározóbb intézménye az állam és az egyház. Ezért hívtam fel az eddigi videómön is a figyelmet arra, hogy figyeljünk ennek a kettőnek a, az alakváltozásaira, meg egyáltalán arra, hogy most. Ez, ezzel mit tesz a teremtő, mit tett a teremtő, vagy egyébként a teremtőnek az ellensége mit tesz az állammal is, meg az egyházal is. És mi emberek vigyázzunk, hogy mi a teremtőnek megfelelő tanácsok alapján éljünk az államban, első uh, római levél 13. fejezete, vagy az első Péter levél második fejezete, és a Teremtőtől kapott utasítások alapján éljünk az egyházban, és kérjük számon a magunk egyházától azt, amit az Isten az egyház elé állított. Mert hogy az állam fékezi a rosszat, ez a feladat az államnak, nem az a feladat, hogy prédikáljon és a vallás dolgaiba beleszóljon, és hogy ő mondjon olyan evangéliumot, ami neki tetszik. Az államnak az a feladat, hogy fékezze a rosszat de teremtsen közbiztonságot, adjon az emberek kezébe munkát, hogy az emberek becsületes munkából tudjanak megélni. Hát ez az állam feladata. Ha az állam ezt végzi, végezte a történelem során nagyon sokszor, hát volt azért egy görög fénykor is a 5.-4. században, ugye a hellász dicsőség a görög aranykor, vagy végezte augusztus korában is, amikor béke volt, munka, tudomány, művészetet virágoztak, végezte a mi magyar történelmünkben is egy teréziánus, egy josefinista korszakban, egy reformkor korszakában, még a passzív rezisztencia időszakában is. Amikor az államnak a közösséget, a közösség által föntartott állam szervezetnek Isten ilyen feladatot állította, -e, és ezt végzi, akkor soha nem látott fölvirágzás, Sajnos csak egy-egy nemzedék, vagy egy-két nemzedék idejében látjuk ezt a történetet, Mert miért? Mert eltérnek Isten törvényeitől, és az állam nem azt teszi, ami az állam dolga, hanem be, beleavatkozik más dologba, ami az nem is ért, meg hát nem is arra használja, ami. És az egyház sem azt teszi, ami az egyház dolga, hanem ha hatalmat kíván és be, beleavatkozik abba, ami az állam dolga, hát jelenések könyvében Jézus Krisztus leglesújtóbb kijelentései azért szólnak a pergámumi levélben, a tiatírai levélben, a fehér és vörös lovas után, ezért jön fekete lovas, meg halott sárga lovas, hát nem értünk ezekből az egyszerű jelképekből, nem értünk Isten szavából, Krisztus kijelentéseiből. hát ha nem értünk, menjünk vissza a kezdetre, menjünk vissza a Noéval kötött szövetségkötésre, aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, Isten felhatalmazza, az államot a büntető igazság szolgáltatásra igen Isten vezeti be a halálbüntetést, de kellő biztosítékokkal, mert hogy mikor lehetett meghozni halálbüntetést, olvassuk el a mózesi törvényeket, messze menően alkalmasak voltak az életvédelmére, mert a halálbüntetés az nem kegyetlenség, az az életvédelmében védelmében ad, ö, adott törvény, az ártatlanokért adott törvény, és a bűnösök megtérését is, hogy szembesüljenek azzal, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Vagyis tanítani kell az embereket arra, hogy tiszteljék az életet. Hogy ne úgy vegyék az életet, mint a mai média a hírközző eszkők és a sajtó elénk állít, hogy egy tucatnyi bűnesetet elénk ö, ö, tárnak, és semmiféle elítélés, megítélés nincs, szemtelenül, közömbösen, részétlenül, mint hogyha egy legyet ütöttek volna le, emberek kifosztása, emberek megölése, úgy hömpölyög a mai hír áradatban, mint hogyha ez a világnak valami természetes dolga lenne. Hát figyeljünk oda, menjünk vissza erre az alapelvről, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ki. Tehát készülj fel, ember. Ha te ki akarod oltani a másik ember életét, készülj fel arra, hogy ha te jogtalanul elveszed a másik ember életét, készülj fel arra, hogy tőled jogosan fogják elvenni. Sajnos az államok nagy része törölte a halálbüntetést. Én nem azt mondom, hogy ezt gyorsan be kellene vezetni, erről is külön előadásokat tartottam, de megfelelő előkészítéssel, az alapelv megismertetésével és elfogadtatás. hogy nincs jogod elvenni a másik ember életét, akkor sincs jogod, ha hiányzik százezer forintot, és betörsz egy nyugdíjashoz, hogy elvegy, nincs jogod, semmiféle módon, nincs olyan eset, amikor neked jogod venni, Elvenni azt az életet, amit nem te adtál. Hát Isten adta az életet. Isten az élet és a halál Életem ideje a kezedbe van, mondja a zsoltáros. Nincs joga senkinek elvenni az életet, ezért szól így a tíz parancsolatnak a hatodik parancsolata, hogy ne ői szó szerint, ne ölj törvényellenesen, ne ölj jogellenesen, és azért kell helyesbíteni így ezt a parancsolatot, mert a bíróság, ha ki meghozott egy megalapozott halálos ítéletet, akkor ők nem jogellenesen és törvényellenesen hoztak ítéletet. A bírót nem mondjuk hóhérnak, és a hóhért sem mondjuk gyilkosnak, aki végrehajtotta az ítéletet. Természetesen ez is eltorzult az emberi történetben. Nem a köztörvényes bűnözőkre hozták ki, nem a barabásokra hozták ki ezt az ítéletet, hanem, hogy ma szoktuk mondani a politikai elítéltekre, és ki kívánná ma a világban újra a politikai elítéltek sorát. Sajnos a bibliai profécia az következik, hogy az emberiség vissza fogja hozni a halálos ítéletet, de nem a köztörvényes bűnözőkre, mert az emberi jogszolgáltatás is, hogy mennyire eltorzul, arról mikás, sofóniás könyveiben a bírókra vonatkozó és a bíróságokra vonatkozó kijelentések beszélnek. Erről is tartottam előadásokat és sorozatokat, nem tudok most erre kitérni, de vegyük a Bibliát, ne nekem higgyenek, kérem, a Bibliában minden benne van, ha a Bibliát értő figyelemmel olvassuk, akkor nem marad hasztanul az a sok ige, amit a lélek kinyilatkoztatott a mi lelkünk megtisztítására és épülésére. Noé Istennel járt, ez volt az első szövetsége, és amikor Noé kijött a bárkából, áldozatot mutatott be akkor ez volt a második szövetségnek a két pontja, az állatokhoz való viszony és az emberi társadalomnak a, a működtetése, felépítése. És befejezésül, hogy Isten itt egy csodálatos tüneményt, mind a mai napig az egyik legszebb természeti jelet választotta, ahhoz, hogy ezt a szövetséget megpecsételte és láthatóvá tegye, ez pedig a szivárvány volt. A szivárványal e, Isten megígérte azt, hogy több özönvíz nem jön erre a földre. De sajnos, ha nem jön több özönvíz, Péter második II. levele, harmadik fejezete egy másik ítéletről beszél majd. A szivárvány micsoda? A két nagyon különálló elemnek, a napfénynek és a vízpárának a találkozása. Fény és víz. De ebből a két látszólag nagyon egymássaltól messze levő elemből valami csodálatos egység, valami lélegzetelállító szépség következik. Mi a szivárvány? A szivárvány jelképe az Isten szeretete és igazsága találkozásának csak olyan Istenben higgyenek, akiben a szeretet igazsággal párosul. Ne higgyenek olyan Istenben, aki szeret, mert mindenkit szeret, és mindenkinek mindent elnéz, és az igazságot sútba dobja. Ez sátán által kifejtett, kifejlesztett Isten arc. De olyan Istennek se higgyenek, aki az igazság, a zorda, morda, kegyetlen igazság, és akkor félreteszi egy kicsit a szeretetét, nem. Jézus telve volt kegyelemmel és igazsággal. Miért? Mert az atya küldötte volt, és az atya is ilyen. Telve kegyelemmel és igazsággal. Ennek az atyának, ennek a Jézus Krisztusnak kegyelmi idejében élünk, és tőle kérjük életünk megóvását és felvirágoztatását. Imádkozzunk! Köszönjük áldott Istenünk a Noéval kötött szövetséget. Köszönjük mind a két szövetséget az a mi kérésünk, hogy add, hogy elmerülhessünk ezekben, megérthessük lelkünk legmélyig, hogy ezek mit jelentenek, és mit jelentenek a mikorunkban. Így áld meg a mi bibliaolvasásunkat és a mi ima életünket. Jézusunk kegyelméből kértük ezt. Amen. Szeretettel köszönök el mindenkitől. A következő alkalommal a szövetségről szóló sorozatunkat az Ábrahámmal kötött szövetséggel folytatjuk. Egyébként pedig a Noé még további időszerűsítését a koronavírus sorozatomban szeretném elvégezni. Most éppen ott tartok, mindenki megnézheti. A hetedik ö, csapás története után állok meg egy pillanatra, és mielőtt rátérnék a nagy Babilon kérdéskörére, szeretném a Noé özönvíz történetét még inkább a mai, napokra, ö, ö, mai napokkal párhuzamba állítani. Köszönöm.